Megkezdődött a tervásatás a Nemzeti Emlékhely területén. A most indult kutatásokból kiderülhet, hogy a 11. században épült városfal itteni szakasza pontosan mikor épült. A szakemberek abban is bíznak, hogy meghatározható lesz a Szűz Mária prépostsági templom építésének ideje. A föld alól már az első napon izgalmas leletek kerültek elő, a most feltárásra váró területen korábban nem volt még ásatás. Ugye itt ez egyértelmű, ez a beton tömbi. Igen, igen. Viszont ami alatta van, meg ezek zárt rétegek voltak, ami itt jön. Tehát ettől az égett valamitől, az bolygatatlan volt odáig. Ott volt egy beásás. Székesfehérvárt nagyon korán, Európában is szinte egyedülálló módon már a 11. század elején kőfallal vették körül, nem csak egy kis részét, hanem jelen tudásunk szerint a teljes belvárost, ami kuriózumnak számított akkoriban, és mutatja a város jelentőségét is. Ebben is segítségre volt korábban a dendrokronológia tudománya is. A részletekről Pokrovenszky Krisztián, a múzeum főigazgatója beszélt, aki ásatás vezető régészként dolgozik a Nemzeti Emlékhelyen. Az ásatásnak több célja is van. Egyrészt, hogy újraindultak a kutatások, ez már önmagában ugye egy nagy szó. Ugye nemrég nyitottuk meg a napokban a Nemzeti Emlékhely Látogató Központot, és ugye ehhez is szeretnénk kapcsolódni ezzel a kutatással, hogy felelevenítjük a Nemzeti Emlékhely egykori koronázó bazilika környezetének feltárásait. Ugyanis még van mit feltárni, tehát még mindig találunk olyan részeket, ami új adatokkal szolgál. Törmelék, faragott kövek, cserépdarabok és ágyúgolyó is előkerült eddig a tervásatáson. Mindezt megmutatta a Szelvényben kutató Pokrovenszky Krisztián. Elsősorban ugye a műemléki falazás mellett annak a vonalába haladtunk lefelé, hogy megfigyeljük a különböző rétegeket. Ugye itt már jelentkeztek ilyen tört köves, habarcsos részek, falkiszedéseket is találtunk, most még nagyon kusza a dolog, ugye még pár napja folytatjuk ezt a feltárást, nagyon sok réteg találkozik, valószínűleg a török korban is nagyon sokat ráástak, omladék rétegünk is van. Az újabb tudományos módszerek segítségével korábban már kiderült, a városfal hossza mintegy 1,5 kilométer volt, építéséhez pedig rengeteg faanyagot használtak.